Sziasztok! Marika vagyok. Is tudjátok, igaz? Hát, mostanában nem nagyon tudok videót csinálni. Képzeljétek el, ugye itt volt 2 hétig az unokánk, előtte meg pár napig a másik unokánk, a tesója. Aztán csináltam úgy videókat, most is nézem vissza, nem tetszik, úgyhogy az nem fog felkerülni. Hát mondom, akkor még itten ezt a barackot, sárga barack. Ezt itt mosogatom, pucolgatom, addig beszélgessünk egyet. Ezt a sárga barackot a fiunk adta, de szerintem ő semmivel nem permetezte, mert ez annyira beteg egy barack. Nézzétek meg, tele van ilyen pöttyel. Na, ilyen beteg barackot én még nem láttam. Átválogattam, tegnap előtt hoztuk tőle. Átválogattam, aminek baja volt, azt behoztam, meg is ettük piatok, ahogy jöttek este a húgomig. Aztán őnekik is raktam ki a rosszak közül pár darabot, így szépen megvonzsva a jó részeket egy nagy tányéron oda kiraktam nekik, aztán meg is ették, ízlett nekik nagyon. Nem lehetett azt tartogatni, mert ugye fele rossz volt, hát felét meg kellett tenni. De amúgy így legvárnak jó lesz ez a barac, de nagyon hamar omlik. Meg ugye sokan le is húzzák a bőrét, és hát minek mondják ezt. De én nem, látjátok, ilyen betegen én simán belerakom a legvárba, mindig is beleraktam, sose romlott el. Tartósítom, hogy tartósítja. Az igaz, hogy én azt a Knorr tartósítót használtam mindig. Jó helyre nézek? De nem lehet kapni. Pedig azt sokkal jobban szerettem, mint ezeket a doktorokkel, meg a... Mi van másik? Has? Vagy valami ilyesmi? Nem tudom. Olyan sűrű lesz tőlük, pláne a 4-1-ben raktam el ezelőtt, amit adott a fiam, az egy másik fajta baracfia volt. Azt a 4-1-ben tartósítóval raktam el. Hát olyan sűrű lesz, hát mint a beton. Majd megmutatom, hogyha van itt a hűtőbe, mindjárt megnézem. De, mutatok valami érdekességet. Tavalyi alma. Nézzétek meg, ez az idared. Mondjuk ott azon a felén már baja van. Behoztam már 4 napja, a hűtőbe van, vissza is rakom. Halljátok, addig csak legyetek nyugodtan. A balasznak is itt kell valahol lenni. Hát megnézem, ez az. Most nem vagyok benne biztos, hogy ez-e az. Ja, de ez. Ilyen sűrű. Én azt szeretem, egy kicsit folyósabb a legvár. Finom. Annak ellenére. Teleraktam a hűtőt. Nem a hűtőt, hanem a mosogatógépet üvegekkel, ilyen kisebb üvegekkel. De annyi nem kell ám, úgyhogy hoztam ide egy nagy műanyagot, aztán abba belerakom, aztán majd letakarom. Mert ugye majd akarok még a málna legvár, málna, mi az áfonyával, meg eperáfonyával, legbarcsemet, mit tudom én, mi lesz belőle, hát ami sikerül. Engem ilyen nagyon nem érdekel, hogy dzsem vagy legvár. Amiben van darabok, azt a dzsemnek nevezzük, amiben meg nincs, azt másképp is főzzük, ugye, de a Marikát ilyen nem érdekli, mert főzem, ahogy tudom. Meg mióta tartósítóval csinálom, régen nem úgy csináltam, azóta meleg vizet folyatok. Azóta meg pláne nem is érdekel, mert most nézzétek meg, milyen beteg. Hát ebből azért rogdarok, így lehámozom, egy kis vékonyan lehámozom ezeket a barna foltokat.
sose lehet tudni, nem romlik el. Aztán, ha izé van, bajodok. 19. július. Július 19. Ott már még van tavalyi alma. De még van valami 10 darab. Akarok valami sütemény vele, azért hoztam be. Hát nem tudom, hogy lesz-e. Fogalmam nincs. Mert egyszerűen nem érek rá. Ugye, ahogy mondtam, itt voltak a unokák, és nem voltam mellett én nekem annyira időm. Legvár nem tudtam elrakni. Úgyhogy jött a hüttővel a sok legvárnak való. De majd az sem meg lesz. Csak mindig közben jön valami. Meg hát van ott. Nem zavar senkit. Ha valamilyen villanyáron fizetés lesz most, én nem tudom mi lesz. Most vettünk szenet megint. Hát úgy meg emelkedett, tavasszal is vettünk, ahogy nézitek a csatornánkat. Azt mondta a férjem, ne álljon a pénzünk sehol, inkább ne legyen egy fillérünk se, hanem vegyük meg a szenet, mert úgy meg emelkedik, meg majd lehet, hogy nem is lehet kapni. Aztán akkor meg megfagyunk, mert mi fagyosak vagyunk. Hát jó van, ez most 2 évre elég lesz nekünk. Hát nem vitatkozok vele, mert akkor még beidegül. Nagyon beteg ez a barack. Ebből nem lesz sok. Nem lesz sok. Én meg teleraktam, mondom, a mosogatót üveggel. Nagyon nem is mosom meg, leöblítem egy kicsit. Amint halljátok. Valamennyi az én lesz. Meg én bele szoktam rakni ilyen zöldeket is. Mert annál kocsonyabb, vagy hát úgy keményebb. Habár a keményet nem szeretem, mondtam is, de mégis valahogyan olyan savanykásabb lesz. Egyszer azt hallottam, hogy jó vele. Nem tudom. Igen, nem így csináltam, összekevertem cukorra, aztán főztem jó sokáig. Aztán, mikor már úgy gondoltam, hogy jó lesz, akkor elzártam, szórtam rá a szalicét, belekevertem, aztán ment az üvegbe. Sose romlott el egy sem. Csak hát akkor ugye igen híg volt. Úgy is jó volt. Na, akkor beszélgessünk ilyen YouTube-os dolgokról, képzeljétek el. Valaki odaírta, hát ilyen alnév. De lehet, hogy nő volt az illető, szóval nem tudom álnévből megállapítani. Lehet, hogy férfi volt mindegy nekem. Megválaszoltam neki. A fagyihoz. Ura írta, hogy a legutolsó fagyimhoz. Hogy hát nem hiteles a csatornám, mert nem engedem a rossz hozzászólásokat. Miért porszívót árulok én, hogy nem hiteles a csatornám? Gyerekek. Az az igazság, hogy régebben kaptam ilyen mocskos hozzászólásokat, nem olyan igen rondákat, de kaptam azért egy-kettő ilyen, nem is emlékszek rá miket. De például a tarkonyos leveshez valaki odaírta, hogy honnan szedtem ennyit, ilyen tudjátok, ami onnan kijön, olyat, hogy a kórházból loptam, vagy valami ilyesmi. Hát ilyet hogy ne törölnék? Ezen kívül semmiféle rossz hozzászólás nincs, nem ribancoztak le még sose. Meg hát látjátok, hogy én, ha férfi is ír, annak is tisztességesen megválaszolok, van férjem, soha félre nem is gondolkodtam, én nem azért csinálom ezt a csatornát, hogy palikat gyűjtsek, vagy valami. Úgyhogy ilyet, aki nézi a csatornámat, az tudhatja is. Én ilyenre nem foglalkozok. Én szeretem a férjemet, én nem azért csinálom a csatornámat, hanem azért, mert értek egy kicsit hozzá, meg ilyen nyugdíj kiegészítésnek, mert abból a nyugdíjból, amit én kapok,
abból megélni nem lehet. Ez a szén, ez kétszer annyiba került, aztán csak 20 mások. Úgyhogy, ha nem YouTube-oznék, mondtam éppen a fiamnak, hogyha nem YouTube-oznék, akkor hát megnézhetnénk magunkat, mert egy fillérünk nem lenne. Komolyan egyik napról a másikra élnénk, mert azért ez akkora segítség, hogy esetleg emeltünk egy napra, mondjuk egy strandra, vagy valami ilyesmi, vagy megvehetek egy olyan dolgot, amit amúgy nem vehetnék meg. Mit tudom én, 5 spatulám van, aztán lehet, hogy csak egy lenne. Na, ilyenekre gondolok. A férjem nyugdíja egy kicsit magasabb, mint az enyém, de nem számottevő egy bevásárlásra való összeggel. Annyit umálok ám. No. És én úgy gondolom, hogy ugye mivel idős vagyok, 67. évenben vagyok, szeptemberben betöltöm a 67-et, hú, de öreg vagyok. Azért nem bántanak engem, hát most mitől foglalkozzanak én velem, mit írogassanak oda? Hát nem mondok semmi olyat. Esetleg sokat dumálok, na, az tényleg megvan bennem, hogy ötszer mondok valamit, vagy mit tudom én. Ja. Ilyen megvan bennem, de hát ezt más is csinálja. Meg ugye én a hozzászólásokat azért úgy engedélyeztem, hogy először átnézem, és elolvasom, és akkor látjátok, hogyha én már pipáltam rá, hogy engedélyeztem, mert először tényleg kaptam egy-két elég rossz hozzászólást, de az se volt olyan igen vészes, úgyhogy azt is engedhettem volna, de sose lehet tudni, hogy nem figyelek oda, egy-két óra hosszat, és akkor oda ír valaki valami mocskot. És mivel nem vagyok én fiatal, meg falun élek, ismer mindenki, semmiképpen nem engedélyeznék ilyen mocskos hozzászólást, hogyha kapnák még. Na, még úgy utálom ezeket a szavakat, én jártam, hogy utalaló voltam, de hát én... Nekem másképp jön ki, mint ahogyan ezek kitalálták. Mindegy. Mind ahogy helyesen van a tudósok szerint. Na, a lényeg az. Úgyhogy annyira nem is foglalkozok vele. Ha rosszul beszélek, akkor az az oka. Tudjátok, mi a legjobb ebben a borozban, amikor szétválik a mag? Itt van, né? Szétválott, és ezt most a Marika megeszi. Persze sokat nem szabad belőle enni, mert sokban a cián, ezt átesszük magunkat láb alul, de ha megeszek 10-et, attól nem fogok meghalni. Nagyon finom. Jobb, mint a barac. Azért nem ám, de nagyon finom. Megnéztem, mennyi idő. Bajtuk, innom kell rá. Itt a poharam mindig. 9 ilyen pohár vizet iszok meg minden nap. Ti is igyatok sok vizet, még a fiatalok vagytok is. Pláne, hogyha hajlamosak vagytok a vesekőre, mert aztán vízhiánytól hamar jár vesekő. Még egyet is találtam, aminek evarrepedője a magja, azt is megeszem majd. Most félre, akkor már megfulladok tőle. Aztán itt van benne rohadt, látjátok, ilyen igazság szerint nem szabadna belerakni, de én úgy belerakom, mint a fingy, csak kivágom a rohadt részt. Jó, nagyobb kivágok, nem mellette pont, hanem egy kicsit távolabb. Ja, úgyhogy az illetővel megbeszéltem, nem tudom, férfi volt vagy nő, mondtam már. Érjektelen, most nem emlékszek a nevére, lehet, hogy ura volt írva, lehet, hogy egyértelmű, hogy férfi, de most nem emlékszek. Hú, ez is de rossz. Aztán megbeszéltem vele, hogy ugye
bele kell neki nyugodni, hogy ez az én csatornám, és ha hiteles, ha nem. Vajtok, valaki hív engem. Valaki hív messengeren. Húva. Na, húva még voltak. Ja, és akkor még erre visszatérve erre a hozzászólások nem engedésére. Ugye ez az illető, akárki ez nem figyel, mert lehet, hogy másnak is odaírja, mert ugye az ilyen emberek azok már szeretnek másra foglalkozni, mert miközben hozzá? Miközben hozzá, hogy az én csatornám hiteles, vagy nem, mert hogy sokkal több feliratkozóm lenne, hát miért lenne? Én ennek is örülök, hogy én nekem... Én nekem ennyi feliratkozóm van, én nem is értem, hogyan lett nekem ennyi feliratkozóm. Aznak fele nem nézi, mert látjátok a megtekintések mennyi. Még másnál is nézem én, hogy másnál is hogyan vannak a megtekintések. Hiába van neki több százezer feliratkozója, nem mindig annyi a megtekintés. Lehet, hogy csak pár ezer. Én tudok olyat, akinek 50 ezer a feliratkozója, aztán csak 500-an nézik a videóit. Az nem azon múlik. Hiába van én nekem egy csomó feliratkozóm, ha nem nézik a videóimat. Úgyhogy ez teljesen független mindentől. Képzeljétek el, itt a barackmagnak a kis csücskö, azonnal letörött a barackmagról. Nagyon meg kell néznem azt a barackot. Felével meg vagyok. De félje, még mindig nem állt neki a szenet lapátolni. Én nem tudom, mit akar. Mindjárt oda süt a nap. Azt mondta, hogy megcsinálja délelőtt. De lehet, hogy kapálgat utána neked. Hát tudjátok, mondom, hogy tegnap öntöztünk, hát minden nap öntözünk. És akkor ő reggel azzal a két ágú villával, mutattuk már egyik videóban, azzal körbe kapírgálja egy kicsit, mert ugye ha legközelebb öntözünk, ha nincs megkapírgálva, csak elfolyik a víz. Így meg tényleg a növényhez megy be. Valami gógyja, megcsinálja. Hát egy óra az is, mire végez vele. Hála Isten, azt én nekem nem kell csinálnom. De lehet, hogy meg se csinálnám, ha hol érek én rám. Ma például nem is főzök, elvégett a kukorica véget. Elvégett a barac véget, mert kukoricát fogunk enni ebédre. Új, mennyi rozva most látom még mindig. Nagyon hamar omlott ez a barack. Én teljes egészségeseket hagytam ott a kiskonyhán. Egy nagy fiat el van már osztal, meg maggal. Nagyon kevés lesz belőle. Nem bajom, nekem volt még, úgyhogy nem gond. Ezt egyszerre meg kellett volna csinálnom. Videózást is. Én így látom jónak, aztán írhattok akármit, amelyik olyan kötözködős, hogy meg akar engem változtatni, mert nem tud. Ez a csatorna ezután így marad, ahogy eddig volt. Még éppen annyit dumálok. Össze-vissza. Aki szeret, az megnézi, meghallgat, aki meg nem, az elhajtja önnen. Most nem jut eszembe semmi, hanem össze-vissza beszélek mindent. Jézusom! Már fél órája. Majd telerakják reklámmal, már ugye minél hosszabb a videó, annál jobban telerakják reklámmal. Én nem szoktam a reklámokat szabályozni. Ahogy a YouTube bedobálja a reklámot, én azt úgy elfogadom, nem szabályozom. Egy-egy reklámot, ha megengedtek, vagy végignéztek, vagy végengeditek, akkor abból nekem egy kis pénz csurran csöppen. Nektek semmiben nem kerül, csak időtökbe. Egy-két percbe. Ha meg nem engeditek, akkor nem csúrhan csöppen semmi. Hát ahogy gondoljátok. Ezt a mi a nevét
Tudjátok, hogy ótóipész számot megadok, hogy arra utalhattok pénzt nekem, ha valamelyetek akar segíteni, ha van rá lehetősége. Ezt mivel nem kérte egyitek se, hogy ő utalna nekem pénzt, én ha visszaadnak, semmit nem tudnék érte adni, nem tartom felnek, csak a videóimat tudom nyújtani, úgyhogy én azt nem állítom be, mivel mondom, nem is kérte senki. Lekapcsolom most, mert én már annyit dumáltam, azt akkor mindig mondok olyat, amit majd megbánok, azt ki kell vágni, vagy nem lesz ebből a videóból semmi. Hát eddig úgy érzem, hogy talán engedem, amit eddig beszéltem. Hát aztán megmutatom majd, hogy a legbárra mit csinál, és ebben a barackkal mit fogok csinálni. Folyik itt a víz össze-vissza mindenhol. Na látjátok, ennyi van még, annyi rossz, meg a mag. Itt van egy, itt a, amit még meggondolok, azt a belül is rossz, hogy megeszem-e. Itt a magok, ezt megpucolom, majd megeszem. No, meg itt van ez, látjátok, még zöld is van benne, de én azt megcsinálom. Na itt a hatalmas edény, most mondjátok, ennek az alja lesz valamennyi. Látjátok, itt a tepsi. Ebben lesz vízöntve, telerakom üveggel, itt két lángon fog melegedni, meg ez a hatalmas fazék is két lángon fog. Kis lángon, mert különben kicsit kilógna belőle. Meg itt a Gemfix. Van egy csomó, biztos, hogy elég, ennyi nem is kell. Ja, ide hoztam ilyen nagy edényt, a hatalmas. Abba rakom majd az üvegeket, tele van a mosogatógép üveggel. Donni, még nem mostam el. De a tiszta üvegekkel már mindig elmosom, és akkor a padláson van egy ilyen nagy hordó, ilyen papírhordó. Aztán le van fedve, van neki teteje is, úgyhogy nem is poros, ahogy lehozom, úgyhogy csak át kell forrósítani, olyan kilórás programmal ki fogom mosni őket. Majd mikor főzem a legvárt rájlapot, aztán majd még forró vízzel kiöblítem, még van mosogatógép után, aztán megy bele abba a tepsibe, aztán ott még átforrósodik még egyszer, úgyhogy dupla tisztaság lesz. Na most itt gondolkodok, mert egészen nem lett 6 kg ez a barack. Itt van néha, jó soknak tűnik. Jó soknak tűnik. Na megbagdaltam, de mindjárt viszem bele a botmixert, aztán egy kicsit, mennyire tudom, megmixelem. Na és én ehhez úgy döntöttem, hogy csak 4 darab Gemfixet fogok használni, mert szerintem bőven elég, egyet nem fogok elfelezni. Nem használok el egy felet, nem kezdem meg. Úgyhogy nem 5-öt használok, hanem inkább egy kicsit kevesebbet, 4-et. Azt írja, hogy 1250 g gyümölcshöz kell 1 darab, és 350 g cukor, én 400 g cukrot fogok használni, kristálycukrot mindenképpen, nem kevesebbet, inkább többet, és ugye azt írja, hogy az egész 375 kiló gyümölcshöz elég, ez a 3 darab, tehát akkor a hajtok most végez a mosogatógép. Azt hittem csak 3-at csipogott, 5-öt csipogott. No, 3, nem tudtam meg annyi év alatt, hány éves már 8. 375 kiló, akkor az 4, 5 kg gyümölcshöz elég ez a 4 darab. 5 kg gyümölcshöz, nekem meg körülbelül 560 g a gyümölcs. Tehát akkor én ennyit használok csak, nem még plusz valamennyit. Félem, mindig rosszat rakja ide a sótartót, olyan mániás vagyok ilyenekre. No, tehát akkor 4-et használok, 4 tartósítót, ezt ide bele fogom önteni, és akkor cukorral összekeverem, akkor a cukor 400, akkor 500, az 5x4, 20, az 2 kiló, és akkor 2 kiló, és akkor még 200 gram, vagy 300, hát aztán a cukrot annyit rogunk, amennyit akarunk, vagy 300. Tehát akkor 2 kilót bele fogok önteni, meg még
Három. Csak a 300 grammot kell lemérnem, már 3000-ig. 3000-ig mér ez a mérleg, tehát 3 kilóig. Jó. Tehát akkor ez 300. Remélem jól gondolkodok. Ez nincs 1 kiló papírral együtt. Ez megvan. Ez mennyire kevesebb? Ez 10 grammal. Akkor én még ilyen 10 grammot mérek. Miért csaltak ezek? Egy kicsit több. Na jó. És akkor hozzákeverem a tartósítót, meg az összes cukrot belerakom. Meg volt még szerezem a gyümölcsöt, és akkor rakok üvegeket a tepsibe, aztán már beesett üvegben. Nyilván először csak ennyihez keverem hozzá. De teljesen úgy csinálom, hogy a tartósítóra rá van írva. Pépesítsük a gyümölcsöt, a cukorot keverjük össze ezzel a tartósítóval. És állandó keverés mellett nagy lángon forraljuk fel, és utána még 3 percig forraljuk. Na, egyszerű mind a pokon. Aztán egész délelőttem még bele. Már 11 óra mindjárt. Hát körülbelül 2 óra ebédelünk, mert arra fogunk végezni. Így ez be az összes. És akkor ezzel a legváros, ezzel jobban csak legvárokat keverek, meg ilyesmi. Hú, de büdös ez a vasza. Ez kifolyatjuk belőle. Minden már semmi. Csináltatok májját, tehát ez olyan büdös, mint egy nyelv. Nem fulladtó. Illata van. Azt megnyálunk a szelektívbe. Aztán, hogy mit kezdenek vele, én nem tudom. Ezt nem mosom ki, mert ugye ebből kihullott minden. Visszakeverem azt, akkor még hozzáöntöm a másik cukrot, úgy nézem, hogy egy kiló cukor még belefér. Ököl le. Hát így írja, így csinálom. A 4 az 1-ben az nem így van, az másképp. Hát mindig úgy kell csinálni, ahogy rá van írva, azt akkor nem lesz semmi gond. Zacskót is jól esnátok ki, amivel a cukrot nehogy elrúgjatok még egy 10 grammot, mert sok 10 gramm sokra megy. Talán mostanában minden olyan drága. Ezt meg ugye mi gyűjtjük össze, mert ez meg megy a tűzre majd, mikor kazánba tüzelünk. Na, kislángra raktam, ez így szokott elférni, hogy ugye ott is egy kisláng, meg itt is egy kisláng, most belegúrtam a cukrot, itt ez a fakanal, amire rá van írva, hogy lekvár, tehát ezt csak lekvárhoz használom. Ezt a tartósítós kiszedem, ebben maradt, tartósítós kis rajcukrot. Hát emellett itt kell állni. Fél óra biztos, mire fölfor, vagy még több. Azért kupakért el kell mennem, mert így próbálgatom rá a kupakokat az üvegre, az összes más kupak. Úgyhogy azt ide kell készíteni mindenképp. Aztán lehet úgy is, hogy lehúzzátok a barackhéját. Én soha nem húztam le, ez hülyeségnek tartom, abban van az íz. Nekem még van 3 éves sárga barackom is, az igaz, hogy tartósítóval raktam el, abszolút nem barnult be, éppen ilyen sárga,
Tehát, hogyha nem tartósítóval lerakva, akkor bebarnul, nem tudom, de hát akkor is valószínűleg varize van. Úgyhogy, ahogy gondoljátok, ha főztök be. Hát olyan egyszerű, mint a pofon, csak annyit dumaltam, hogy nekem most hosszú idő. Nem nagyon tudom mutatni, mert ugye szúnyoghálót látjátok. De hát már mindjárt oda süt a nap. Későn halt neki. Ja, biztos kapált. Hát nem tudom, mikor fog végezni. Tehát addig nem hagyja abba, mert ugye utána hajmosás, fürdés, minden. A kezemről aztán, nem tudtam már még citromsabbal sem leszedni, de azért valahogy majd le kell maradnom, mert nem csuposkodhatok úgy. Kesztyűt kellett volna húznom. Lehet, hogy itt lekapott, itt érzek valamit. Nem szabad, ha lekap, nem szabad fölvakarni. Le kell vinni fölötte a fakanalat, vagy hát amit használtok. Jó, nem égés, már látni ott a sűrűje, csak még oda kapott, ugye ezt keverni kell sűrűen, én meg emeltem a mosógépből kiszedtem a ruhákat. Csinálok a nőtfélét, hol. Tehát már nem mertem kifutni a kukoricáért, pedig mindjárt dél. Nem mindjárt végzek. És még egy pár percig forralom, mert ugye forr, látni, hogy forr. Egy 5 percig forralom, 3 percet írt, de én 5 percig forralom. Leszedem a habját, és akkor leszedem a kupakokat az üvegekről, el is gyújtom ott a kis lángot. Legyen jó forró az üveg, mert most csak meleg. Ja, elég sok havja lesz. No, ez már 4 perce forr. Elővettem egy ilyen rizses evőkanalat. És azzal fogom a havat eszedni. Hát valamennyit leszedek. Azt mondják, hogy a habba sok a levegő, aztán elbromlik. Nekem még nem romlott. Varaclegváron még soha nem romlott el. Kicsit édes lett. Lehet, hogy nem kellett volna mégse a 400 g cukor. De nem baj, jobban eláll. Ettől nem kapunk cukorbetegséget, mert aki nem evett cukrot, az is lett cukorbeteg. Úgyhogy nem ettől van a cukorbetegség. Az fix. Higgyetek nekem. Mondom, nem sok habja lesz, aztán már tele van ez a tál. Ide nézzetek, mennyi hab ez. Fó. Ezt majd megeszegetem joghurttal. Úgy szoktam, hogy úgy körülbelül addig, még kicsi mehet, és akkor van csurig az üveg. Én mindig csurig rakom az üveget, láttam a fiam, az nem. Jól lecsöpögtetjük, hogy nem elé folyjon ez a drága nedű, vagy mi ez? Ezt nem mondják nedűnek, ugye? Az a bor, vagy mi? Hát a minél kevesebbet raktok bele, annál több üveg fogy.
Én azokat hozom, amiket tudom, hogy a kupakja melyik. Úgy, és akkor egyszerre fájra állítom. Na, még így is van egy kis hely, a fiam egy kicsit lejjebb volt, de ahogy látszik, akármennyire csúrig rakjuk, akkor is egy kis levegő ott van. Na hát, míg nem végzek addig, meg még utána egy negyed óra, fél óráig fején állva lesz. Na, végeztem. Ez a kis üveg, ez csak eddig lett, ugye azóta maradik. Hát ezt nem rakom nyakig, legbal vagyok. Nem rakom el, majd megeszem, azt hiszem meg először. Hát egy helyen lekaptam, mindjárt megmutatom, egy kicsit látni. De hát olyan elő szokott fordulni. Hát nem kéne olyan fájra állítani, azt hiszem. De én fájra állítom. Egy kupak nem volt jó, úgyhogy egy üveg nem lett jó. Abban majd még kinyalogatom. Amennyiben maradt, semmit nem engedünk veszni. Ezzel a spatulával mindent ki tudtam szedni a fazékból. És hát mi volt ez lábos. Már nem is olyan igen forró. Na, hára nincs kupakom. Úgy döntöttem, hogy nem keresek rá a kupakot, mert itt ez a áfonyás, áfonya meg eper. Ebbe beleborítom, ez hűtőbe volt, jól összekeverem, ezzel jól ki lehet szedni. Ezt én eszem csak egyedül. Legalább megtudom, hogy a barasztegvár, ezt már kinyalogatom. Jaj, gyerekek, én nekem nem kéne ebédni, mert én nagyon laktam ezzel a sok nyalogatással. Jó lesz így ezt keverve. Sárga borac meg alkonya eper. Mindent össze krucmózok, a vergetek. Ez így jó is, ugye? Jó hiddet, mert még ez a meleg. Na, ezt megkóstoljuk. Nagyon finom. Marika mindenre azt mondja. Na, akkor ez megy vissza a hűtőbe. Ez ugye joghurthoz van nekem. Bár most már két napja nem ettem joghurtot, ezek mennek a mosógépbe, pont most mosok 60 fokosat, úgyhogy ezt meg, ezt is megeszem joghurttal. De ez is megy a hűtőbe, mert ennyit körülbelül 3 nap alatt teszek meg, de ha összeszedem magamat, egy nap is megeszem. Na, ott egy kicsit lekapta. Látjátok? Ott mi? Ott. Minimális. Minimális. Annyi előfordul. Aztán ugye gyorsan kell dolgozni, mert ezt hiába akarná a Marika innen kieszegetni. Nem tudja, ami itt a spatula behagyott, mert ráragadt ugye a forró edényre. Úgyhogy azt a tepsis vizet ezt öntöm bele, és hát mosom is el minél előbb. Meg hát a tepsit is, mert különben viszköves marad. Úgy né, mutatom a legbár. Jaj, húszok a legvárva. Na, ennyi lett. Ebből a 5 kiló valamennyi baracból. Ja. Hát nekünk ez egy évre biztos elég.
Akárhogy csurig raktam, volt amelyiket még pupossan is, akkor is van ott alul levegő. Mert ugye, amikor már bebűrösödött, még öntöttem rá egy picit, akkor már szinte pupossan volt, és mégis van egy kis levegő. Én meg mondom a fiamnak, miért borította tele, úgyhogy gondolom, akkor ő is tele borította. Hát, ha nem is ennyire, mint én, de jól tele. Na, akkor ezt most nem is fordítom meg, de a videót befejezem. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a nagyon hosszú videót. Volt ebben minden, nem is tudom, milyen címet adtam neki. Hát most még nem tudom, milyen címet fogok neki adni ennek a videónak. De majd valamit kitalálok. Köszönöm, hogy végignéztétek. Még egyszer mondom, legyen szép napotok, írjatok kommentet. Véleményéteket írjátok le, már látjátok, háborognak a trollok, hogy nem írtok rosszat nekem, írjátok le a véleményeteket, aztán, ha nem olyan mocskolódós, akkor engedem. Kész. Sziasztok!